Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iziára számára. Kedves Iziára, te feltetted a kérdést, hogyan tovább, visszatér-e hozzád, mi a terve, és ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt a képen Justícia istennőt látjuk, az igazság istennője, tehát itt igazságról vagy igazságtalanságokról van szó. Az lehet egy bírósági ügy is. Ez a kártya jelenti a belső egyensúlyt, vagy ő összehasonlít valamit, kiegyensúlyoz valamit. Ez a kép utal a párkapcsolatra is, mert a mérleg, vagy a mérleg jegye, az szimbolizálja a párkapcsolatot. Számára kell a belső egyensúly. Mérlegeli a dolgokat. Előfordulhat, hogy vannak hivatalos dolgok nála, vagy egy bírósági ügy. A következő kérdés, mi a terve, és ezt megtekintjük a következő kártyánál. Itt ezen a kártyán látunk egy királyt. Ez a király uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme jelenti az érzelmeket. Tehát uralkodni akar a saját érzelmei felett. A kérdés az, hogy nyitott-e, vagy zárkózott. Ezen most elgondolkozik. De mivel itt a víz eleme látható, vannak érzelmek, és ebben bízhatsz. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi áll most a központban. Mi fontos számára. Itt van egy lovas kocsi, ahol ő kezébe veszi a dolgokat, és irányít. Ez jelenthet autót is. Viszont azt is jelenti, hogy ő irányítani akar valamit egy irányba, vagy balra, vagy jobbra. Itt döntéseket hoz. Lesz egy új irány. A színeknek is van egy szimbolikus jelentése. A fehér ló arra utal, hogy bátor, és így előre mennek az események. A fekete ló az fékez, mert itt félelmek vannak, vagy bizonytalanságok, és emiatt nem megy semmi tovább. Vannak korlátozások is. Ez arra utal, hogy a középpontban van a mozgás, egy új irány. Most megtekintjük azt, hogy mi hat rá, vagy ki hat rá kívülről. Itt ezen a képen látunk egy szorgalmas férfit, aki dolgozik. Vannak munkahelyi kapcsolatok, vagy egy kolléganő hat rá. Ez befolyásolhatja őt, de előfordulhat az is, hogy nem engedi, hogy mások befolyásolják, és ő a munkájára koncentrál. Fontos számára, hogy rendeződjenek az anyagiak, és legyen egy biztos munkahely. Mivel itt az érméknél pénzről is van szó, az lehet, hogy valaki hat rá, és van egy kapcsolat az anyagiak miatt. A következő kérdés az lenne,
hogy mi változik nála, mit szeretne megváltoztatni. Itt láthatunk egy férfit ezen a képen, aki befele tekint. Itt az ő érzelmeiről van szó, amit a kelyhek is mutatnak. Alul az a három kehely jelenti a múltat. Itt könnyek vannak, fájdalmak. Most van nála ez a gyógyító hatás, vagy meditál valami felett, és a felső két kehely utal a jövőre, mégpedig egy párkapcsolatra, te és ő, és a kelyheknél érzelmekről van szó. A következő kérdés az lenne, van valaki a háttérben, egy másik hölgy. Itt ennél a kártyánál látható az ő tartása. Itt nincs más nő a háttérben. Lehet, hogy vannak emlékei, de ezek kellemetlen, fájdalmas emlékek. Ugyanúgy, mint az előző kártyánál is látható volt, itt vannak könnyek a múltból. A következő kérdés az lenne, hogy teszi ő ezt rendbe, azt mutatni fogja a következő kártya. Itt láthatók az érmék. Az utalhat pénzügyi dolgokra, amit neki rendeznie kell. Az is lehet, hogy ő szeretné lezárni a múltat, mivel itt pénzről, pénzügyi dolgokról van szó, itt az érméknél, az utalhat a munkahelyére is. Lehet, hogy ott van egy ilyen kapcsolat, nem szerelmi kapcsolatra gondolok, de előfordulhat, hogy van valaki a környezetében, szeretne tőle valamit, vannak ilyen anyagi dolgok is közöttük, és ezt kell, hogy rendezze. A következő kártya azt fogja mutatni, hogyan közeledik hozzád. Visszatér hozzád, igen vagy sem. Itt ezen a képen látunk egy arany érmét és egy utat, egy visszaútat is. Ez azt jelenti, ő visszatér hozzád. Az érmék jelentik az anyagiakat, pénzügyi dolgokat is, viszont utalnak a belső értékekre is. Te értékes vagy számára. Azon kívül az érmék utalnak a föld elemére, és azok a reális dolgok. A következő kérdés pedig az lenne, hogy tekint feléd? Itt látható egy fő pap, és az szimbolizálja a hitet. Ő hisz benned, és elvárja azt, hogy te is higgyél abban, hogy visszatér hozzád. Azon kívül mutatja ezt a szent helyet. Te nagyon értékes vagy számára. A következő kártya azt fogja mutatni, mit kellene tenned, hogy javuljanak a dolgok. Ezen a kártyán láthatunk egy királynőt. Ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. Ez legyen a tartásod. Légy inkább visszahúzódó, és biztos abban, hogy ő visszatér hozzád. A föld eleme szimbolizálja a reális dolgokat, és légy magabiztos, légy annak tudatában, hogy te értékes vagy számára. Legyen ez a büszke tartás. Te vagy itt a királynő. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy hova vezet mindez, a jövőtök. Itt látható a sors kereke, egy sors kapcsolat. A sorsotok összefonódik.
mert van egy közös életút. Ő a te lelki társad. Az is előfordulhat, hogy ismeritek egymást a korábbi életetekből. És most egy meglepetés. Itt középen ez a kép egy lelki üzenet számodra, vagy számára. Itt látható a természet, és ott kapjátok meg az erőt, mivel most a koronavírus miatt nem lehet úgy kimozdulni, mint korábban. Én ajánlanám azt, hogy nézzetek valamilyen filmet, ami szép, és mutatja a természetet. Kedves Iziára, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!